Sziasztok emberek, én Red vagyok, és üdvözlök mindenkit az SDK tutorial videó harmadik részében. Úgy, mint a múltkor is, itt oldalt a baloldali toolbarban fogunk kutakodni, és ugye a múltkor megismerkedhettünk ezzel a block tool-lal, amivel már tudunk szép alakzatokat csinálni. Gyorsan csinálok is egyet, így. És ez mind szép és jó, csak mi van, hogyha nekünk nem pont ekkora kell? Az odaig oké, hogy ezt itt tudjuk méretezni. Megadhatjuk neki, hogy pontosan mekkora magasságú, ugye szélességű, ilyen-olyan dolgok. De viszont mondjuk, ha én azt szeretném, hogy ez mellett legyen még egy, csak ez legyen kisebb. Úgy tudom ezt megcsinálni, hogy itt fönt láthatjátok, hogy van egy ilyen kis részleg, ahol tudjuk a gridet, vagy a grid, azok ezek a négyzetek, ezeket tudjuk változtatni. És ha én most ezt változtatom, növelem, akkor eznél csak nagyobbat tudok. Ha csökkentem, akkor tudok kisebbet is. És igazából ez már így meg is oldotta a problémánkat, most már ilyen kicsit ilyen lépcsőzetes lett ez a kis részleg itt. Ezt szépen le is tudjuk nagyon alacsonyra vinni. Láthatjuk, hogy itt ilyen szép nagy lépcső lett. És így könnyebben tudjuk méretezni a dolgokat. A másik dolog az ez a clipping tool, ugyanitt bal oldalt. Ezzel tudunk konkrétan levágni például sarkakat, vagy akármilyen részeket, például ebből a blokkból. Ezzel, hogyha most ezt levágom, ütök egy Entert, akkor ez itt szépen le is fog innen nyisszantani. Nagyon szép el is tűnt. De viszont, ha nekem mondjuk pont az ellenkező oldala kell, mondjuk ha én ezt ide behúzom, akkor nem a piros részét szeretném levágni, hanem mondjuk ezt a nagyobb részét, akkor csak annyi a teendő, hogy még egyszer rákattintok, és most már ez a piros, ez már el is ment. De viszont, hogyha mind a kettő részét meg szeretném tartani, mondjuk szeretnék egy bevágást ide, és nem szeretném, hogy eltűnjön egyik se, akkor igazából csak annyi, hogy még egyszer rákattintok, nyomok egy Entert, és ez már kettő külön test. Ezt tudom húzogatni, ezt is ugyanúgy tudom, teljesen jó. A következő tool, ami nekünk itt még van, az a Vertex Manipulation, és ez a Vertex konkrétan azt jelenti, hogy csúcs. Tehát a blokkunknak a csúcsait tudjuk megváltoztatni vele. Vagy jelen esetben, hogy itt az oldalát is meg tudom fogni. Én ezt igazából nem szoktam használni, úgyhogy ezt mutatom meg nektek, hogyha megfogjuk ezeket a csúcsokat, akkor ezt szépen, hogyha én behúzom ide, akkor keletkezett egy ilyen sokkal érdekesebb alakzat. Viszont ezzel a Vertex Manipulation-nel vigyázni kell, ugyanis könnyen beleeshetünk abba a hibába, hogy például, hogyha én ezt a csúcsot, ezt jóval bentebb húzom, mondjuk szeretnék egy ilyen alakzatot, akkor már látszik is, hogy ez elég bugos. Tehát ez nem fog jó lenni. Ez ilyen hibákat generál, nem fogja értelmezni a compiler, hogy mit is akarunk konkrétan itt létrehozni. Ezért hát bugok születnek konkrétan, és ezt érdemes elkerülni. Ugye a hammer az ilyen vertex manipulation-en belül a konkáv dolgokat nem igazán szereti. És ugye a konvex dolgok azok, amik kerülhetnek ide. Például, hogyha én ezt még így ezt megcsinálom, tehát egy háromszöget csinálok belőle, már az se jó neki. És ezt igazából könnyen le is tudjuk ellenőrizni az Alt és P lenyomásával. Itt írja is, hogy texture exists perpendicular to face. Hogyha oda megyünk az errorhoz, akkor pontosan ezt a háromszöget fogja nekünk kijelölni. És hogyha én rámegyek, hogy fix, tehát nem igazán történik semmi, és ezt saját magunknak kell kijavítani,
Tehát, hogyha én ezt elhúzom ide, nyomok egy Alt-V-t, már nincs is ott az error. Úgyhogy ez egy ilyen kicsit bonyolultabb rész. Ezt csak akkor használját, biztosak vagytok ebbe, hogy hogyan is működik. Tehát nem igazán bonyolult ez az egész, csak oda kell nagyon figyelni, hogy konkáv dolgok ne nagyon legyenek, amikor csináljátok ezeket. Továbbá, hogyha viszont úgy akarjuk megcsinálni, hogy a clipping tool-lal, ugye amit az előbb megmutattam, akkor azzal igazából semmi gond nincs, tehát levágom ezt belőle, ez teljesen jó, nyomok egy Alt-P-t, nincs is error. Ez így teljesen megengedett. Úgy gondolom, hogy ebben a tutorial részben ennyi elég is lesz egyelőre. Ezek csak ilyen tényleg részletes dolgok voltak, hogyan tudjuk ugye megnövelni dolgokat, kisebbíteni, szétvágdosni, formázni. Szeretném megköszönni továbbá, hogy megvan az 50 feliratkozó YouTube-on, és ennek örömére van egy giveaway, ugye nyereményjáték a Facebook oldalamon. Hogyha esetleg érdekel valakit, akkor a leírásban megtaláljátok a Facebookomat, és menjetek, nyerjetek, próbáljatok nyerni. Én sem tudom, ki fog nyerni. Random, úgyhogy mindenkinek sok sikert. A legközelebbi alkalommal találkozunk. Sziasztok! A másik dolog az nem más, mint ez a... Mi ennek a neve?